Na, sziasztok gyerekek, szép napot mindenkinek! A mai nap megyünk le a tengerhez. Megmutatom nektek a tengert, mert nagyon sokan kértétek. Már reggeliztünk, meg picit fürödtünk itt. Vettünk egy ilyet a tengerre. Na mi van? Tanácskodnak itt. Sziasztok! Cső, Valentin! Új szerzeményem! Az honnan van? Most vettem 7 eurót. Ott, a szembe! Én is néztem. Én nem láttam. Én nem. Ha visszakövünk, megnézzük a Mondta, hogy a papának odaadja, mert a kártyája is ott volt. Na gyerekek, elviszünk most titeket a tengerpartra, én most egy idegvezető vagyok. Igazán... Hol vagyunk? Milyen országban vagyunk? Türkis, Törökországban vagyunk. Recepció itt van. Nagyon aranyosak a mindenki. A mindenki. Igen. Igen, és itt mivel lehet? Sziasztok! Ez egy magyar hang. Igen, és itt mivel lehet lejutni a tengerpartra? Itt helyi járattal tudunk lejutni a tengerpartra, ami itt jön. 15 perc. Úristen, a hajam, azt nem szólsz ember, hogy így nézek. Hát itt 15 percenként, vagy fél óránként jár. Ugye, aki kényelmes. Aki nem, annak 5 perc séta. Akkor gyere, induljunk meg, gyere. Hát de... Meleg van, az a baj. Ja, hát akkor miről beszélsz, hogy én vagyok a kényelmes? Mondom, aki kényelmes, annak van ez. Nem érted? Ez is jó amúgy. Ez a sajnos majd. Szia, mami. Sziasztok. Megyünk a tengerre. Voltunk már ott, csak ugye otthon, még nem készítettem videót nektek. Aztán itt várjuk a buszt. De egyébként ott van az utca. Ott, ahol látsátok a lámpát, ott kell lemenni balra, és akkor ott van a tengerpart egyébként. Innen tényleg még gyalog is 5 perc. Csak hát gyerekek, olyan meleg van itt, hogy... Bírsz így, és ruhán keresztül lesülsz. És inkább megvárjuk a jó kis klímás buszt, ami tényleg oda-vissza tengerpartra. Úgyhogy megvárjuk a buszt, aztán felszállunk. Na hát aztán végül is úgy jártunk, hogy gyalogolnunk kell. Mert a legközelebbi busz csak 13:30-kor jön, és ugye dél van. Hát és én addig nem fogok itt várakozni. Ez a kis 10 perc séta. De egyébként most egy picit jobb a levegő, hogy... Valahogy, mert szeles. Igen, szelesebb a levegő. Nincs messze. Mint kb. Annabella, csak ott átmentél a izé. Csak ott volt külön egy ilyen a... alul ilyen átjáró volt. Fú, ez a meleg gyereke. És akkor ma este megyünk bazározni, vásárolni, ilyenek. Én nem fogok olyan sok mindent venni már. Egy fehér ruhát akarok magamnak, egy fehér papucsal, ilyen barna vagyok. Minek? Már úgyis jön a tél. Mi mit vettél tegnap? Semmit. Csak egy táskát. Meg egy bikinit, ami... Ja igen, kicsi lett. De azt megpróbálod visszacserélni? Majd meg, aha. Ezt most vettem 7 euróért magamnak. És akkor így nem kell ötözgetnem. Egész nap lehetsz ebbe. Ja, végülis igen. Most még fel kellett volna mennem felöltözni. A szemüvegem nem hiányzik. Tényleg, azt hozhattuk volna a szemüveget. Látod, ilyenkor épp, hogy nyitva vannak ezek az üzletek? Persze, de meleg van. Itt esküszöm ki este 10 után.
nyitnak. Itt menjünk át majd. Nem, piros van még. Na hát, jöttünk a másik oldalra. Ugye itt végestől végig, itt ilyen üzletek, boltok. Már visszafele tudunk venni busszal, nem? Igen. Egy este gyerekek, olyan élet van, mi? Komoly, nagyon. De majd... Na majd meglássuk. A hónap utáni vlogban ugye már az csak akkor lesz, láthatom már meg fogjátok látni. Ezt majd teszed fel? Ezt most a tengerpartosat, igen. De ugye amit a következőt csinálunk a vásárlásra, az már csak másnap fog felkerülni. Mert azért egy csomó... Igen. Abban a nagyba. Hát nem egy nagyon tiszta hely ez a törk is. Szerintem. Nézd meg, jó fotel. Török fotel. Hát igen, amilyen elhagyatott terület, ott sok a szemét egyébként. De így ilyen szálloda terület, meg ilyenek, azok nagyon jó. Jó, nem egy luxus szállodában vagyunk, de nekünk nagyon is tökéletes. Nekünk megfelel. Mert ennek is örülünk. Mi is örülünk, hogy ide eljutottunk. Nem, hogy még luxus szálloda. Ja. Más kenyérből nem eszik eleget. Hát sajnos, igen, sajnos. Van olyan. Ja. Vannak itt azért, kaphatok egy kis ízelítő. De látod azért itt most, itt ezek drágábbak. Miért? Hát mert 10 euró, ott ezek 5 euróért vettük ezeket a szetteket. Erzsi is annyi. Táska 15. Hű, nagyon meleg van. Ezek az édeségek olyan finomak. Majd olyat viszünk. Kettő euró egy Red Bull. Papucsok 5 eurók. Főzni meg nagyon el. Oly, fülkék is vannak itt. Felhívom Máput. Na, hívd fel a pádat. Call number, cannot be reached at the moment. Nem működik, de fogd please meg. Please go later. Felhívom a pádat. Úgy erdbeszélgetést kérjél, Tina. Nem írja be a 0-30-at. Na, azt mondta, hogy jó van mindenki. Jó van fogd mindenki. Meg. Jó van mindenki. Emily is velünk tart, drága. Emily. Jön velünk, strandolni. Mami, itt nem jönnek, hogy alapján lett volna. Igen. Kell felmenni. Hát, itt csak egyenesen kell menni. Azért vannak itt szállodák, ezt nézzétek. Hát igen. Azért vannak itt 5 csillagos. Hát kezdünk el hozzászokni, igen.
kózi hotel. Hát ilyen gazdasági bejárat lehet, de azt nézzétek. Ja. Prémium minőség, igen. Na jó van gyerekek, tengerparttól jövünk. A gyerekek, ennyi volt amúgy, tényleg 5 perc. Jöhettek volna anyámék is. Ó, még virág, igen. Na most csak annyit kell megtennünk, hogy talán megkeressük a mi részlegünket, a mi hotelünknek a részlegét. Há, itt az egy szép minden. Ott a gránátalmák. Szerintem hol menjünk le a partra? Már ilyen? Itt le. Itt? Hagyjál. Hát az, hogy nem jó helyen vagyunk. Szerintem menjünk le a partra, és akkor úgy átmegyünk arra. Mert valahol, hát arra vagyunk mi, ugye? Csak majd a lányok éhesek. És akkor először megyünk enni. Itt ezek mindegyik más szállodának a strand részei. Hát azért most már érzed ezt a nagy meleget. Olyan forró ez a homok, meg olyan nehezen mosod ki magadról. Látod, ez a Adaja. És arra lefelé kell menjünk. Menjünk ott akkor a izébe. Gyere. Ó, feküdj már ide bele, tényleg. Dehogy! Na és itt aludnál, Tina. Jézus. Ó, Uram, köszönöm, hogy itt lehetett. Köszönöm, hogy megadtad. Lökjél már be! Meg! Vázoli! Csű, de jó! De az óceán Amerikában. Ez minden egyes forintot megér, minden egyes felejtéket, amit szenvedek a munkahelyemen, meg a férjem is. Ilyenkor legalább tudunk lazulni egy kicsit. Kipróbálod, Emi? Na menjünk, mert lekésítek az ebédet. Menjünk itt a víznél. Csak majd a hotelünknek meg kell keresni a részlegét. Hát gyönyörű. És olyan jó meleg.
Imádod a tengert, mi? Imádom. Itt a kis belőle, itt a... De menjünk már! Ja, nem változtattam a lábam, ami nekik a papucs. Hát jó, de nem kell papucs, igen. Nem kell ide papucs. A tengert fejelét magamnak. Igen. Oh, sorry. Lerúgom a nőt. Itt lesz, mert ott nézted azokat, és azt mondtuk, hogy a szomszédban van. Itt ez, gyere! Fölmegyünk, megnézzük, mi a kaja, gyerekek. És akkor folytatjuk, gyerekek. De csinálok azt is, hogy nem... Itt a kaja, ez az ebéd. Kérsz ketchupot hozzá, vagy... Lehet hamburgert csinálni. Ketchupot? Azt teszem én is. Várjál. Saláta. Én sok hagymával szeretem. Lehet tenni egy nuggetset. Van milánói. De hogy nyitottad ezt ki? Hát ketté kell szedni, csak. És ugye itt is benne van az árba, egész nap így ehetsz, ihatsz. És majonéz, ketchup. Majd megkóstolunk egy pár darab ilyen nuggetset. És elég. Mi az? Nem. Van ez a, nem is tudom, hogy hívják ezt. Ez a gözlem vagy ilyen. Ja. Úgyhogy jó éjjel kívánok mindenkinek. Jól lakott a nép? Jól laktál, Tina? Nagyon. El is lustultam. És befeküdni ebbe a függőágyba, mi? De ez arra van fenn. Te aludnál egyet. Néznek, hogy alszanak-e. Ha jó, testvér. Hogy le vannak égve az emberek, te jó Isten. Ne. Mint a rákok. Ezért jó látod, barna bőröd van. Ja, még itt, ja. Vigyázz. Gyere, arra. Na, én is ledobom a pólót, aztán megyünk fürdeni. Ezek a hangok, mit én? Nem tudom. Megkezdel. Nézd már, mi mekkora. Se eleje, se vége. Nagyon, rengetegen. Ha jó, teszek én is itt hátadni. Most szél is van, most még nagyobbak a hullámok. Az úgy el fog dobni. Na, majd utána betemetlen. Á, de jó! Jó! Na, próbáld! Itt tedd le, és akkor üljél bele, így!
most? Úgy. Napád ott van. Oh. De erős. Azt nézzétek, mi a hullám. Jó, csak nálam telefon is van. Azért nem merem megkockáztatni, hogy vízálló-e. Vízálló? Hát az enyémet beleraktam. Hát jó, tié 13. Hát ez csodálatos, gyerekek. Nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak. Mama, gyere beljebb! Nem jössz be ilyen? Hát nem teszem bele. Ezt nézd. Ah, de jó. Ah. Van azért most is. Hát ez ide csak leülsz, hogy lefeksz, és ezt a hangot hallod. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek, én is megyek, megmártózok. Aztán majd a többit is veszem. Hú, gyerekek, kipöröttük magunkat. Á, itt ez nagyon jó. Kiköltözünk ide? Kiköltözünk ide? Bármikor. Bármelyik pillanatban. Nem megyünk fotózni? Várjuk a gyereket, menjünk. Úristen. Ez dövik. Na, hova megyünk? Hova kell a mami lenni? Hova megy a mami? Az másik szállodának a helye. Tényleg a bolond. Na? Mondjad!
Ez mi lesz? Ez homokanyag. Azt nem is... Semmi. Na, betemesselek? Betemesselek homokba? Majd még egyszer? Betemessél, ha? Na. De hova? Akkor gyere. De az forró! Ide, akkor. Ez vizes. Itt jó. Gyere, segítsél. Forró! Forró, de jegesen. Akkor várjál. Először csinálok neked egy kis lukat, és akkor úgy. Nem kell csinálok én magamnak. Hát nehéz lesz, várjál segíteni. Kezdődik a temetkezés. Te azt veszed videóba? Emily a segédem. Csak ide ezt a búvár szemüveget felveszem. Ja, hogy ezt nem ezt most le! Most már! Se valaki... A lábát, Emilia, én meg itt fölül. Na jó. Oké, szükségem van mind a két kezemre, úgyhogy jövünk a végeredménnyel. Na, sikerült eltemetni. Na, hogy érzed magad? Szarul. Jaj, most elképzeltem a halálom. Legyen neked könnyű a föld, most már érted, hogy miért mondják? Amúgy igen, tudom, azért, mert nehéz a föld. Jaj, Istenem, Istenem. Na, kelj fel a sírodból. Aha. Ah. Ilyen sok, ilyen nehéz. Hát hogy, de szól. Á, nem finom. Izét szét a kezeidet, szét. Szét fele. Lábadat először, akkor a lábadat. Hajat színom mindened. Az. Oh, baby. Szép halott vagy, Tina. Lehet, telefon, ilyen. Na én is lemosassuk, hogy tiszta homok vagyok én is. Szememben jó kicseszté, bassza meg! Miért? Na, véget ért a fürdőzés. Nézzétek, itt Tina milyen fekete lett. Csíkom látszik. Aha. Na, hogy érezted magad a tengernél? Nagyon jól. Mami, leégtél? Annyira nem. Hagyd, hogy mutassam már meg az arcodat. Nézzétek a Zolinak. Jaj, Zoli. Ja, nekem gatya van. Nézzétek már meg az orrát, meg az arcát. Kegyetlen. Mami is. Mami a semmi. Emily, mutasd itt egy zédet. Emily, csak ennyit barnult, nem sokat. Én is ennyit barnult. Úristen, én már rendes szürke vagyok.
Dik a lábam, more! Várjuk a buszt. Na, várjuk a buszt ezen a szép környéken. Elvileg pont érkezünk egy kappartira. Amúgy az mi az a hosszú? Az a nagy zöld? Hol? Hát ott, amik ilyen nagy, hosszú zöldek. Te mit szedtél? Mi ez a finomság? Nézzétek meg, ezek nagyon szuper szállodák. Ezek biztos, hogy van öt csillagosak gyerekek. Ez biztos, hogy van egy millió is, szerintem. Elmegyek. Megmutatom ezt a nagy gyerekek, világi. Nézzétek meg. Adaja Resort. Sidesan. Szólnak itt a nagy muzikok, gyerekek. Hát nézzétek meg, milyen gyönyörű minden. Cső, ez a nagy fa. Úristen! Nézzétek már meg ezt a nagyon nagy fát. Hát, hogy lehet ez ilyen nagy? Na, valaki esetleg ebbe akar jönni, ez ötcsillagos szálloda, Sidesan Fort. Ez ötcsillagos, akinek nem elég a 2-3-4 csillag. Nézzünk ide be. Úristen! Hát, ez nagyon komoly. Hű. Nézzétek meg. Azt a mindenit. Komoly, mi Emily? Azt a. Nézzétek azokat a kaktuszokat? Milyen hosszú a. Hát, de gyönyörű gyerekek itt minden. Nem tudok, ide benézek. Szól nekik a zene. Itt szolgálják ki az embereket. Nézzétek meg. Ha, júj, nézzétek meg azokat a csúszdákat. Nagyon szuper itt minden. Itt is nagyon szuper minden, mint mindenhol. Gyönyörű pálmafa. Megsimizem, imádom őket. Jaj, de jó, ugye? De itt milyen furcsa. Á, gyerekek, nagyon szép itt minden. Nagyon, nézzétek meg, pihennek az emberek. Igen, ezek mind ilyen ötcsillagosak, látod, ott van 3-5 csillag. Itt ilyen fellépések lesznek szerintem. Itt annyira nem értek hozzá. Nagyon szépek ezek a fák. Hát nem csoda, hogy itt megél, hát nagyon meleg van. Na gyerekek, hát nagyjából ennyi. Megvárjuk a buszt, és jövünk vissza. Na, visszaértünk a szállodába, már megy a happarti. Úristen!
Megyünk a másik oldalra. Hú, de rohadt meleg van, gyerekek! Mit iszol, mami? Koktél? Alkoholos? Jéha! Ígyunk egy alkoholos koktél. Na. Finom! Ez tényleg finom. Ott vannak. Tudom mennyire látni. Dina! Nem hal. Nagyon szép. Ilyen koktélokat adnak ott, kóstold meg. Mik ezek? Koktélok. Ott csinálják el. Ó, de finom. Koktél, de nagyon finom. Mik az emlék? Hallod előbb olyan, figyelj, hozok neked magad, gyerek. Figyelj, Zoli, mit tudok előre? Ott van, ott csinálják, ott felől. Gyerekek, ezzel a happartival búcsúzunk tőletek a mai napra. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ezen a mai napon. Reméljük, hogy tetszett, jól meg tudtam nektek mutatni a tengert. Sokan kíváncsiak voltatok, nincs messze, gyalog is 5 perc. Mi, hogy mi még jól érezzük magunkat, még megyek én is be fürdeni. Aztán este szerintem jövünk hozzátok egy live-val. Egy csodálatos szép napot kívánunk nektek. Puszi nektek, vigyázzatok magatokra. Tina! Tina! Köszönjél, te is, mert már elköszöntem. Köszönjél, te is, mert már elköszöntem. Hogy már befejezt. Gyerekek, köszönjük szépen, hogy... Várjál! Na. Köszönjük szépen, hogy megtekintettétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot.
nagyon-nagyon jól érzem magam. Ideje már a sokszor után, hogy egy kicsit jól legyen az életünkbe. Úgyhogy vigyázzatok magatokra. Este jövünk live-ban. Este jövünk. Sziasztok! Sziasztok.